Tisztelt Országgyűlés! Gyenes Géza, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Miért rendeli alá a kormányzat a dohánykoncessziós jogot szerző gazdasági érdekeinek az emberi egészséget? A miniszter úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Szócska Miklós államtitkárat jelölte ki. Kérdezem képviselőt, elfogadja a válaszadó személyét? Igen, elfogadja. Megadom a szót Gyenes Géza képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Egy korábbi e-cigaretta tárgyában elhangzott interpellációmra adott államtitkári válaszból egyszer már kiderült, hogy a szakmai érvek leperegnek önökről. Féli, hogy a jelen azonnali kérdésemre se fogok a tárcától elfogadható választ kapni, ezért engedtessék meg nekem, hogy néhány számmal világítsa meg a probléma lényegét. Nos, amennyiben a trafik pályázatok többségében Fideszhez közel álló nyertesei egy doboz cigarettán kb. 70 forintot nyernek, akkor egyetlen hagyományos cigarettát már nem fogyasztó e-cigaretta használó évente kb. 10.000 szál, azaz 500 doboz el nem cívott cigaretta okán közel 35.000 forintjal fogja megrövidíteni ezt a hasznot. A jelenlegi kb. 10.000 e-cigaretta használóval számolva ez a veszteség már évi 350 milliót is meghaladhatja. Abban az esetben pedig, ha a Fidesz netán feladná az e-cigaretta üldözését, és ezáltal az e-cigaretta használók száma akár egy év leforgás alatt megtízszereződne, akkor 100.000 ember egészségnyereségével szemben a fideszes érdekeltségek veszteségei akár 3,5 milliárdot is elérhetik. Végül még belegondolni is borzasztó, hány milliárd lenne az a veszteség, amely akkor érné ezeket a zsebeket, ha ad abszurdum mindenki letenné a cigarettát. No, e számok tükrében érthető tetten tehát, hogy az EU kormányzat valójában miért is ellenzi az e-cigaretta rendszerbeállítását, továbbá, hogy miért álságosak és hazugok az egészségügyi kormányzatnak a dohányzás teljes megszüntetését hangoztató céljai. Válaszát várom. Köszönöm. Megadom a szót Szócska Miklós államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az elején azért hadd szögezzem le, hogy semmiféle álságos szándék nincs. Felvállaltuk azt a bátorságot, ami ipari érdekekkel való szembemenést jelentett, és a tavalyi év április 1-ével füstmentessé tettük az árt tereket, 90%-kal csökkent a vendéglők vagy dohányzó munkahelyek légszennyezettsége. Ezt ön is tudja, hogy evidenciák alapján hozott intézkedés volt. Evidencia az is, hogy ez egy olyan terület, ahova szabályozással lehet beavatkozni, tehát megléptük a legfontosabb lépést. Rengeteg életet mentünk meg ezzel a szabályozással. Ez az egyik. A másik. Emlékeztetül hadd idézzem önnek az amszterdami metadon programot. Ez részben úgynevezett harm reduction, azaz kár megelőző program volt, ahol a heroinra rászokott drogosokat, hogy a napi adagjukat biciklik vagy egyéb lopás, egyéb tárgyak ellopásából szerezzék meg és értékesítéséből szerezzék meg, inkább adtak nekik egy pótlószert, ezáltal kettős függőséget kialakítva náluk. A készséggel megyünk azon az úton, hogyha az elektromos cigaretta a gyógyszerekhez hasonló evidenciákkal rendelkező módon támogatja a leszokást, hogy ezt lehetővé tegyük, és gyógyszernek megfelelően kezeljük az abban meglévő nikotin. De tisztelettel kérem képviselő urat, mielőtt a dohánygyárak által felvásárolt e-cigaretta gyárak ügynökeként szól hozzá ezekhez a kérdésekhez, azért kérem vizsgálja meg azokat a legfrissebb német vagy angol kutatásokat is, amelyek még mindig vitatják, hogy az elektronikus cigarettának a különböző károsanyag tartalma milyen. Úgyhogy várjunk még ezzel egy kicsit, és egyébként a leszokás támogató programok, amint azt az elmúlt héten is bejelentettük, a patikákkal együttműködve indulnak, az egy percet majd még kihasználom további szempontok ismertetésére. Köszönöm a figyelmet. Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, természetesen nem vagyok egy semmiféle dohánylobinak az érdekképviselője, orvos vagyok, és az egészségvédelmi jelentőségét látom a kérdésnek. Egy dologról eltetszik feledkezni, bár ez elég új dolog,
hogy az EU jogi bizottsága után az ENVI is kigyomlálta a dohánytermékek közös szabályozására vonatkozó javaslatból az e-cigarettás indítványt, és kimondta, hogy az e-cigaretta semmiképpen sem tekintető gyógyszernek, továbbá biztosítani kell számára egészségvédelmi szempontok alapján, hogy a dohánytermékeknél kedvezőbb piaci helyzetbe jusson. Az elektromos cigaretták nem gyógyszerek, mivel azokról nem állítható, hogy az emberi egészséget javítanák, vagy betegséget előznének meg, emellett noha nikotint párologtatnak, dohánytermékeknek sem minősülnek. Ezért nem tartoznak sem a gyógyszerekre, sem a dohánytermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá. Így szólt az álláspontja az ENVI-nek. Köszönöm a figyelmét. Viszontválasz a következik, államtitkár úr. Képviselő, én értem, hogy ön a segíteni a leszokást, támogatná a leszokást, és ebben teljesen egyetértünk. Ugyanakkor tényleg el kell mondanom, hogy akármit csinálunk, ez egy szubsztitúciós terápia. Akármit csinálunk, ez valamiféle gyógyhatású, vagy valamiféle élettani hatású anyag, amit ezzel a szervezetbe juttatunk, vagy pedig valamiféle segéreszköz, ami a leszakáshoz kapcsolódó mozgásszervi rituáléknak a kielégítését egy egészségesebb módon kívánja biztosítani, vagy ne adj Isten, az orális fixációnak van egyfajta helyettesítése, egy kevésbé ártalmas anyag, de a végső cél azért abban egyetérthetünk, valamilyen addikciótól való, valamilyen káros szenvedélytől, káros szokástól való megszabadulás. Ebben még nem egyértelműek a bizonyítékok, tehát tisztelettel kérem képviselőt, legyen még egy kis türelemmel, mi magunk az evidenciák alapján tovább fogjuk folytatni a nem dohányzók védelmében zajló küzdelmet. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés!